Hello, Dávid vagyok, ebben a videóban pedig a középkori Japánba fognak elkalózolni, méghozzá a Daimyo várkastélyába, a Fehér várkastélyba. Nézzük meg, mit tud a játék. A Fehér várkastély egy 1-4 fővel játszható, komplexebb stratégiai társasjáték, melyben az lesz a célod, hogy az embereidet minél jobban pozícionáld, azaz minél több győzelmi pontot szedj össze. Minden fordulóban 3 akciód lesz, azaz az egész játék során összesen 9 akciód van, viszont ha ügyes vagy, ezek az akciók egyre erősebbek lesznek, és a játék végén te fogod elérni, hogy a Daimyo magához vegyen. A saját körödben mindig választanod kell egy hídról egy kockát, ami vagy a legnagyobb számú, vagy a legkisebb számú. Miután választottál egy dobókockát a hídról, le kell helyezned valamelyik akcióhelyre. Ezután attól függően, hogy mi van ráírva a kockára, fizetned kell a készletbe, vagy a készletből veszel el pénzt. Így vagy úgy, de az adott színű kocka akcióhelyét végrehajthatod. Ilyen akció például, amikor nyersanyagot gyűjtesz, vagy használod a lámpás akciódat, de ide tartozik például a kertész, az udvaronc, vagy éppen a harcos akciója. A kertészt a kertbe tudod elküldeni, ahol például a játék végén győzelmi pontot kapsz, de ha jól taktikázol és a hídon a forduló végén legalább egy dobókocka lesz, tudod használni a hozzátartozó speciális akciót is. A harcost 3 különböző helyre tudod letenni, amik egyre drágábbak, viszont minél drágább helyre teszed be, annál több győzelmi pontot fognak adni, attól függően, hogy hány udvaroncot küldtél el a várkastélyba. Az udvaronc mindig a várkastély kapujában indul, viszont hogyha jól használod az akcióidat, egyre feljebb tud jutni a ranglétrán. Amelyik szobában megáll, onnan elveszi az adott kártyát, ezzel pedig erősíteni tudja a saját akcióit. Sőt, ha igazán ügyes vagy, egészen a daimyóig el tudod juttatni, ami a játék végén rengeteg pontot ér, és egyéb jóságokkal is jár. Az adott fordulóban mindegyik játékos megcsinálta a 3-3 akcióját, akkor a forduló jelölőd egyel előre kell tolni, és attól függően, hogy ki hol áll az idősávon, meg kell határozni, ki lesz a kezdőjátékos, második játékos, és így tovább. Tehát egy-egy fordulóban a játékosok kockákat fognak draftolni, ezekkel különböző akciókat fognak végrehajtani, és az lesz a céljuk, hogy nyersanyagokat gyűjtsenek, saját emberéket lehelyezzék, a nyersanyagból pénzt csináljanak, abból esetleg pontokat, és így tovább. De a cél az, hogy a harmadik forduló végén neked legyen a legtöbb győzelmi pontod, és így a Daimyo új kedvencévé válj. A Fehér várkastély az apró doboza ellenére egy igazán komplex és mély stratégiai játékot rejt, ami bebizonyítja, hogy néhány dobókockával nem csak doboklépek játékokat lehet csinálni, hanem számtalan lehetőségre lehet őket használni. Ha megtetszett a játék, megtalálod szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkon. Hasonló videós tartalmakért iratkozz fel a YouTube csatornánkra, de megtalálsz minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. A következő videóig jó játékot, én Dávid voltam, hello! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!